Peter, köszöntöm Önöket. Ha megengedik, akkor néhány információt szeretnék Önökkel közölni. A magyar gyerekeket ért éjjeli buszbaleset kapcsán. Egy budapesti gimnázium szokásos éves sítáboráról, Franciaországból hazatartó autóbuszról van szó, ahol egyelőre ellentétes információk vannak arról, hogy hányan tartózkodtak az autóbuszon. Amit pontosan tudunk, az az, hogy a balesetre éjfél előtt néhány perccel Olaszország területén Velence és Verona között került sor. A sofőr néhány perccel éjfél előtt elvesztette az uralmát a gépjármű fölött. Az autóbusz a szalagkorlátnak ütközött. Viszonylag hosszan csúszott a szalagkorlát mellett, majd neki ütközött egy felüljáró pillérének. Ezután pedig az autóbusz első részében tűz ütött ki, amely tűz rendkívül gyorsan terjedt a buszon, és ennek nyomán viszonylag hamar sűrű füst, fullasztó füst telítette be az autóbuszt. Azt egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy mi okozta a tragédiát. Az egészen biztos, hogy féknyomot a nyomozók nem találtak. Most a hivatalos utaslista az 54 utast és két sofőrt tartalmaz. És mindazok alapján, amit egyelőre a főkonzulunk, illetve a munkatársam tudott beszélni a túlélő és hála jó Istennek jól lévő gyerekekkel, a buszon ennél valószínűleg többen tartózkodtak. Halálos áldozatok száma tekintetében az olasz rendőrség legutóbbi közlése szerint 16-an égtekben haltak meg az autóbuszban. Korábban az olasz rendőrök 18-20 közé tették az autóbuszban meghaltak számát, a jelenlegi közlés 16 főről szól. De még egyszer mondom, a pontos utaslétszám miatt itt sajnos még lehet változás. Egy utas jelenleg mesterséges kómában tartanak, életveszélyben van. Két nagyon súlyos sérültről tudunk, 10 súlyos sérültről, és 13-an könnyen sérültek. Ők, tehát az egy mesterséges kómában tartott életveszélyben lévő utas, 2 nagyon súlyos sérült, 10 súlyos sérült és 13 könnyű sérült jelenleg kórházban van. 12-en rendben vannak, hála Istennek. Őket a rendőrség először az autópály rendőrség egyik ingatlanába szállított, majd onnan Verona polgármesterének közben járására egy Verona déli részén lévő szállodába szállítottak, ahol a pszichológus kirendelése megtörtént. És hogyha a könnyű sérültek közül lesznek olyanok, akiket el tudnak engedni a kórházakból, és szülők még nem lesznek ott, akkor őket is ebbe a szállodába fogják vinni. Főkonzulunk, a milánói főkonzul, mert hogy ez a baleset helyszíne, a milánói főkonzulátus kerületéhez tartozik. A milánói főkonzul már hajnalban a helyszínen volt, egy adminisztratív munkatárssal. A milánói főkonzulátus másik konzulja és még egy munkatárs most érkeztek meg a helyszínre, tehát már 4 emberünk ott van. 2 nagyon tapasztalt konzult innen Budapestről azonnal útnak indítottam. Közülük az egyik olaszországi tapasztalatokkal rendelkezik, a másik konzulunk pedig a korábban ilyen válsághelyzetekben állt helyt. Így ők is ott segítik az eljárásokat.
A római konzulunkat is a helyszínre küldtem. És a közigazgatási államtitkárunk pedig holnap megy a helyszínre, ugyanis a munka nehéz része majd holnap fog kezdődni. Hiszen ilyen esetben mindig a holttestek azonosítása, a halotti anyakönyvi kivonatok kiadása, a helyi hatóságokkal való egyeztetés, a hazaszállításról mindig a munka legnehezebb része. Azt akartam, hogy a megfelelő tapasztalattal rendelkező és a megfelelő számú emberem a helyszínen legyen, hogy a szülőket tudják a lehető legjobban segíteni. Beszéltem természetesen az iskola igazgatójával. Tőle kapott információkat próbáltuk hasznosítani a munkánk során. Az országos mentőszolgálattal is kapcsolatban vagyunk. A mentőszolgálat főigazgatója, vezető főorvosa is a helyszínre indult. Ők is kapcsolatban vannak a főkonzulunkkal, és a Heim Pál gyermekkórház főigazgatójával is konzultáltam. Ők készen állnak természetesen a hazaérkezettek ellátására. Olaszország miniszterelnöke a részvétét nyilvánította a római követségünkön keresztül, és a lett külügyminiszter kollégám is ugyanígy tett az elmúlt percekben. Természetesen a köztársasági elnököt és a miniszterelnököt is tájékoztattam az esetről. Az a döntés született, hogy a hazatérés minden költségét természetesen a magyar kormány állja. Tehát amennyiben sérültek vagy jól lévő gyerekek, családjaik hazatéréséről kell gondoskodni, a költségeket biztosítjuk. Ugyanígy teszünk a holttestek hazaszállítása esetében is. Mindenkinek a hazatérését, nek a költségeit a magyar kormány biztosítja. És ugyanígy a szülők kintartózkodásának költségeit is természetesen fedezzük. A veronai polgármester közben járására sikerült néhány kórházi szobát foglalni abban a szállodában, ahol a jól lévő gyerekek is vannak. Amennyiben ennél több kell, akkor természetesen a főkonzulunk a polgármester segítségével meg fogja tenni a továbbiakat is. A főkonzulunknál a hazatéréshez szükséges úti okmányok kiállításához szükséges eszközök ott vannak a helyszínen, tehát a hazatérésnek, a jól lévő gyerekek hazatérésének úti okmánybeli akadálya nem lesz. Főkonzulunk két kórházban már járt, beszélt, akivel lehetett, a neveket egyeztette, a harmadik kórházban most van úton. Ezért most, nagyjából mostanra állt össze az a listánk, amin a jól lévő utasok, gyerekek nevei, és most már majdnem véglegesen a kórházban lévők nevei rajta vannak. Ezért aki szülő mostantól hívja a milánói ügyeleti számunkat, amit a sajtóban már nyilvánosságra hoztunk. Választ tudunk adni arra a kérdésre, hogy a gyermeke, a jól lévők vagy a kórházban ápoltak között van-e. A magyar kormány nevében szeretném ezúton is a részvétünket kifejezni. Gyerekekről van szó, tehát nyilván a dolog ilyenkor a legnehezebb, mindenki sajátjaira gondol, de minden, amit lehet és minden, amit kell, azt a magyar kormány megteszi természetesen, annak érdekében, hogy a családok fájdalmát csökkenteni tudjuk. A családoknak sok erőt kívánunk az elkövetkezendő napokra, hetekre, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést. Nyilván mindenki meg van rendülve, az egész ország együtt érez azokkal, akiknek most telefonálniuk kell, vagy útra kell kelniük. Őszinte részvétünket fejezzük ki mindenkinek, együtt érzünk a családokkal, és sok erőt kívánunk. Egyúttal pedig az olasz hatóságoknak köszönjük innen is, kormány nevében, az eddigi
rendkívüli helytállást. Van esetleg ezen kívül kérdés? Írt évétes. Isten ez Zsolt, írt évét, köszönöm. Több kórházat is említett Veronában ápolnak mindenki? Igen, a sérülteket három veronai kórházban látják el. Egy kórházban 7, egy kórházban 9, egy kórházban pedig 10 sérültről tudunk. A háromból mondom, kettőben már járt, Ima Fiudit főkonzul, beszélt is akikkel lehetett, a harmadik kórházban most van úton. Eddig azért nem akartunk konkrét neveket mondani, mert ilyen esetben, amíg nincs teljes meggyőződés arról, hogy körül van szó, szerintem nem helyes, hogyha nyilatkozunk. Mostantól kezdve van az a helyzet, hogy amit ember megtehet, a lehető legnagyobb biztonsággal meg tudjuk mondani, hogy kivel mi van. Három kórház, három veronai kórház. A szálloda pedig, ahol a gyerekek vannak, és ahova majd a könnyű sérülteket viszik, ha lehet, az Verona déli részén, a Verona mellett elhadó autópálya déli kihajtójánál van. Nézd, ez egy fővárosi gimnázium, aminek igazgatójával beszéltem néhány fél órával ezelőtt. Ez egy olyan sítábor, amit mindig Franciaországban, ha jól értettem az igazgatórat, mindig ugyanott tartanak, évek óta onnan jöttek haza a gyerekek. Nézd, én nem akarok elébe menni a semmilyen vizsgálatnak, de egy dolog biztos, és talán ennyit elmondhatok, hogy az igazgató úr nem arról a létszámról tudott, mint amennyiről most beszélünk. Nem akarok most ennél tovább menni, mert most az a legfontosabb, hogy mindenkiről tudjuk meg, hogy ki van jól, ki nincs jól. Mindenkinek segítsünk abban, hogy a hazatérés minél zökkenőmentesebb legyen. A vizsgálatok azok nem az én hatáskörömbe tartoznak, nem is akarok ezzel foglalkozni. És ez egy magyar társaság? Vagy utazási irodai intézkedő? Ez egy magyar budapesti gimnázium hivatalos sítábora volt, hogy ők ezt milyen úton, módon szervezik, az nem az én dolgom. Az legkevésbé sem külügyi kérdés, ezt majd... Hogyha erről vizsgálat lesz, majd nyilvánvalóan akik ezt szervezték, majd elmondják. Nekem most az a dolgom, hogy mindenkit ott biztonságban tudjunk, és az odaérkező szülőknek a megfelelő segítséget nyújtani tudjuk. Tessék, parancsoljon. Miért is a szülőket említve segítenek a szülőknek, hogyan tudnak most nekik segíteni, akik esetleg útaljunk? Az ügyeleti telefonszám, a milánói ügyeleti telefonszám, ami már a helyszínen lévő kollégánál van, az tehát mindenki számára elérhető, nyilvános. Mikor elindultam ide, akkor láttam az MTV-n élőben, éppen a képernyőre volt kiírva, ezt minden médiumnak odaadjuk, ha a médiumok segítségét kérhetjük abban, hogy a televíziók folyamatosan szerepeltessék a képernyőjükön, az nyilván nagy segítség, az interneten megtalálható, a külügyminisztérium honlapján megtalálható, bemondtuk már többször is, hogyha abban kérhetjük a segítséget, hogy mindenki tegye ki a képernyőre, azt megköszönjük. Ezt a ügyeleti számot felhívják, ott információt tudnak adni. Türelmet szeretnék kérni, beszéltem a konzul kollégával. Nagy szerencsém volt, hogy én el tudtam érni, mert ahogy leteszi a telefont, jön a következő hívás. Ez ilyenkor azt hiszem, hogy természetes, ami emberileg megérthető, azt a türelmet szeretném kérni, mindenkivel beszélünk. Mindenki most ezt a telefonszámot hívja, a konzul kollega folyamatosan veszi fel a hívásokat.